Amikor egy elhízott ember azt mondja, hogy ő diétázik és kevesebbet teszik, és ennek ellenére nem tud fogyni, ez nem kamu. Tehát ebben van valami. Korábban én is azt mondtam, hogy gyerekek, rakjatok cipzát a szátokra, és akkor ne egyetek, és szépen akkor le fogtok fogyni. De van olyan, hogy egységnyi bevitt tápanyagból egy adott szervezet sokkal többet hasznosít, mint egy másik. Az emberi szervezet a rajta és benne élő mikroorganizmusok összességével tulajdonképpen egy szuperorganizmus, ami abszolút életképes. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy mindenféle vegyi anyagokkal, gyógyszerekkel meg kell támogatni az ember egészségét és működőképességét. Alapvetően ez nem így van. Egyedül mi rontjuk el ezt? Mivel ész nélkül használunk antibiotikumokat, ez már az utóbbi 20-30 évre jellemző folyamat, helytelenül táplálkozunk, és nagyon komoly stressznek vagyunk kitéve. Tehát elsődleges feladatunk az, hogy a fölöslegesen elfogyasztott gyógyszerek mennyiségét csökkentsük az életünkben, csak indokolt esetben fogyasszunk ilyeneket, amikor már abszolút katasztrófa van. Táplálkozunk megfelelően, együnk rengeteg rostot, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok táplálva legyenek, és a jótékony hatásokat ki tudják fejteni a szervezetünk működésére. Emellett találjunk egy olyan szabadidős tevékenységet, amellyel a felhalmozott krónikus stresszt csökkenteni tudjuk. Tehát a megfelelő táplálkozás nem csak a mikrobiom egészségét szolgálja, hanem tulajdonképpen ezáltal az egészséges mikrobiom hatása van az emberi szervezet energia felhasználására, illetve az étvágyára, valamint arra, hogy tulajdonképpen milyen anyagcsere folyamatok indulnak be. Tehát egy optimális mikrobiom összetétel segít abban is, hogy normális testsúlyok maradjunk és ne hízzunk el. Ezt kísérletesen is alátámasztották, mégpedig úgy, hogy steril egereket tenyésztettek. A steril egereket azért megfelelő módon lehet tenyészteni, ez úgy van, császármetszéssel veszik ki a anyaegér hasából az újszülöttet, és a steril körülmények között tartják folyamatosan. Annyit tudni kell ezekről az egerekről, hogy ezeknek sokkal több kalóriára van szükségük, hogy életben maradjanak, tehát sokkal többet kell enniük. Steril egerek, tehát az emésztőrendszerükben semmilyen mikroorganizmus nincsen. Többet kell enniük, tulajdonképpen a talpukon semmilyen zsírpán nincs jelen, és teljesen antiszociálisak, tehát a másik egér jelenlétét sem tudják elviselni. Ilyen egereket vettek elő különböző kísérleti vizsgálatokhoz. Méghozzá ezeket az egereket különböző székletmintákkal oltották be. Vettek elhízott emberekből székletmintát, és normális emberekből székletmintát. És láss csodát, a kövér emberekből vett székletmintával beoltott egerek kövér egerek lettek, a normál székletmintával beoltott egerek normál egerek lettek. Amikor az egereket beoltják, tehát végül is egy mikrobiom alakul ki az ő emésztőrendszerünkbe, akkor az anyagcsere folyamatai kezdenek helyreállni. Tehát zsírpárnak esznek a talpukon, felhíznak egy kicsit úgy, hogy kevesebbet esznek, mint korábban. Tehát visszaveszik az eleséget tőlük. Ugyanannyit kapnak, és mégis a kövér emberekből vett mintával beoltott egerek kövérek lesznek. Miért? Mert bennük egy olyan mikrobiális egyensúly alakul ki, ahol a mikrobiomot alkotó baktérium skála másfajta összetételű, mint a normális egereknél. Tehát itt olyan baktériumok lesznek jelen, amelyek jobban földolgozzák az élelmiszereket, tehát a bejuttatott tápanyagokat, emellett arra inspirálják az emberi szervezet sejtjeit, hogy jobban hasznosítsák ezeket a tápanyagokat. Tehát amikor egy elhízott ember azt mondja, hogy ő diétázik és kevesebbet teszik, és ennek ellenére nem tud fogyni, ez nem kamu. Tehát ebben van valami. Korábban én is azt mondtam, hogy gyerekek, rakjatok cipzát a szátokra, és akkor ne egyetek, és szépen akkor le fogtok fogyni. De van olyan, hogy egységnyi bevitt tápanyagból egy adott szervezet sokkal többet hasznosít, mint egy másik. Ezért van az elhízás. A régi időben nem volt ugye közért, meg nem volt élelmiszer, volt, nem mentünk le bármikor élelmiszert vásárolni, hanem szüretek voltak, betakarítás volt, és élelmiszer raktározás volt, így valószínűleg, hogy nyár végén, ősszel az emberek valamennyire fölszedtek néhány kilót, hogy túléljék a telet. A tél folyamán viszont szükség volt egy olyan mikrobiális egyensúlyra, ami jobban engedte hasznosítani az egységnyire bevitt táplálékot. Tehát az emberek túlélték a telet, lefogytak tavasszal, és újra kezdődött ez a ritmus. Ma az ember elmegy az üzletbe, megveszi a kaját, fölhízik tőle, átalakul ez a mikrobiális egyensúly a szervezetében, és utána megint el fog menni vásárolni, és kövér marad. Ezért van az, hogy az elhízás ennyire jellemző a nyugati típusú táplálkozásra. Viszont ha beállunk egy normális diétára, bármire, ami tartósan, életvitelszerűen kivitelezhető,
akkor ezt a mikrobiális egyensúlyt újra át tudjuk alakítani, és újra olyan mikroorganizmus közeg lesz az emésztőrendszerünkben, ami nem fogja így feldolgozni az élelmiszert a számunkra, nem fog inspirálni bennünket, hogy többet hasznosítsunk, és újra visszanyerhetjük az eredeti testsúlyunkat. Tehát srácok, fiúk, lányok, van esélye arra, hogyha túlsúlyosak vagytok, lefogyjatok, és ezt tartósan megőrizzétek, viszont akkor maximálisan ügyelni kell a mikrobiom táplálására, és arra a mikrobiális egyensúlyra, amely ahhoz a testsúlyhoz vezetett, amit ti szeretnétek. Tehát, mint láttuk, a szervezet mikrobiális egyensúlya a szempontjából a legeslegfontosabb szerepe a táplálkozásnak van. Emellett viszont nagyon fontos a testedzés is, és hatással van még a mikrobiális egyensúlyra az életkor is, illetve a krónikus stressz. A testmozgás megint javítja a mikrobiom diverzitását, tehát a sokszínűségét. Tehát nagyon fontos az, hogy az emésztőrendszeri mikroorganizmusok sokszínűek legyenek. Tehát ez a 40 ezer faj, ami jelen van, ez lehetőséget ad arra, hogy optimális egyensúly alakuljon ki. Ha rendszeresen mozgunk és megfelelő folyadékot is fogyasztunk mellé, akkor az segíti ennek a diverzitásnak a meglétét. Sajnos az életkor az negatívan befolyásolja, tehát ahogy idősödik az ember, annál kevésbé színes ez a mikrobiális közeg az ember emésztőrendszerében, ezért kell idősen is sportolni, hogy ezt megőrizzük, és ennek az egyensúlynak az előnyeit kihasználjuk maximálisan az életünkben. Jó egészséget kívánok mindenkinek!